Elnézést. Jó estét kívánok mindenkinek! Először is engedjék meg, hogy a, a, a magyar sajtónak megköszönje a kooperatív hozzáállást. Ez most nem mondható el több más sajtóorganumról, amik hát nem magyar nyelven jelent meg. Ha csak rá figyelünk erre a cikkre, akkor elmondhassuk, hogy tényleg ebben az országban a magyar kártyát, sokan ki akarják játszódni, és nagyon sajátos módon. De hát mi enne, ebben nem kell higgyünk, nem erről van szó, hogy az RMDS meg akarja ölni a medvéket Romániában, vagy tehát ilyen nagy-nagy eh, gyilkolászást akarunk szervezni, hanem arról van szó, hogy igazából szeretnénk az élet védelme érdekében fellépni, illetve hát azokat a, az intézkedéseket meghozni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a medve faj biztonságosan megmaradjon ebben a térségben, de ugyanakkor az emberek is elviselhető módon tudják megélni ezt a természeti kincsnek a jelenlétét, és ha valaki azt mondja, hogy Hargita megyében a medve közelenség az hazudik. Ellén az ilyen cikkek, ez a hangulat és ez a bukaresti püsmacizás oda tud vezetni, hogy tényleg, amit ugye néhány napja is láthattunk, hogy saját kézzel tesznek igazságot a néhányan, akik már agyilag, idegileg, konfliktusok mentén kevésbé bírják, azok teszik egyféleképpen a dolgot. De még, még néhány érdekes cikket láthattunk az elmúlt 24 órában, hisz a tennap itten idő szerint 10 órakor volt a petíció, amit tárgyalt az Európai Parlament, petíciós bizottsága, köszönöm Vince Lórán, rndsz és Európa Parlamenti képviselőnek, és hát látják, hogy milyen fantasztikus címeket adtak neki egyesek, hogy az RMDS ki akarja nyírni a medvéket Romániában, vagy a másik, hogy, hogy kérjük az Uniónak a beleegyezését, hogy a medvéket tudjuk kiirtani. A harmadik, hogy nyomás Brüsszelen, hogy, a, hogy csökkenteni a medvéknek a számát. Ugyanaz a dolog, hogy meg kell lőni minden medvét, tehát ezt, erről beszélgettünk volna. Vagy van a másik, és így lehetne nézni hosszan ezeket a cikkeket, amelyekről beszélgetünk. És persze az érendnek van két oldala, vannak azok a megjelent újság újságcikkek, amelyek hát ténylegesen is a valóságot próbálták bemutatni. Van például ez, hogy négy megye, ugye ez Hargita megy, megye nem egyedül, hanem Kovászna, Maros, Brassó, Szeben megyékkel, tehát közösen próbáltunk lépni. Az I.L. Hargita sem ment ére, tehát ilyen szempontból korrekt objektíven tájékoztatott egyik legolvasottabb országos portál is korrektül beszélt erről, illetve van a TV, tudjuk, hogy ki a tulajdonosi köre, az is korrektül tájékoztatott. Tehát megjelentek hírek pro és kontra, de igazából én azt tudom mondani, hogy ilyen tekintetben hát több mindenről kell beszélni. Elsősorban kell beszélni az alkotmányról. Én most itt románul vettem ki, az előbb románul mondtam el, elsősorban a román sajtó számára, mert valószínű, hogy ma este... Én most nekem van egy ilyen feltételezés, hogy ma este az esti talkshowban, vitaműsorokban a medvekérdés lesz, ahol elő fog fordulni, és igyekeztünk elküldeni a román sajtó számára néhány információt, hogy mielőtt nagyon bemennek az erdőbe, álljanak meg, hogy tudjanak abból visszajönni, mert nem biztos azok a rémhírek, a fake news-ok, -ok, azok igazából a minket jellemző dolgok. És igen, én szinte azt látom, hogy a medve kérdés egy olyan, amivel egyes orgánumok, sajtóorgánumok nem csak félretájékoztatnak, hanem lájkvadászatot folytatnak, próbálnak olyan nézettséget, olyan elérést elérni, amit aljas eszközökkel tesznek meg, és ennek úgy gondoljuk, hogy ha megnézzük az alkotmány 30. cikkeit, Teljesen ellene mennek, vagy a 31. cikkeit az alkotmánynak, amely világosan kiírja, hogy joga van minden állampolgárnak Romániában, hogy méltó tájékoztatást kapjon. És ugyancsak azt is elmondtuk a román sajtónak néhány perce, hogy a petíciók, a különböző beadványok, a különböző intézkedések pont azt próbálják szolgálni, hogy Ebben a témakörben a békés egymás mellett élést tudjuk elérni. No, de nagyon, amit nagyon sokszor előfordul, és hát akár itt az, az, az oldalamon is láthattam sokak részéről, hogy olyan közhélelmek vannak, amit ugye mi úgy neveztük el korábban, ez egy régi cikk, mert ugye mi sok éve foglalkozunk a medvékérdéssel. Én azt tudom mondani, 2008 tól tehát 13 éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A Medve kérdés Hargita megyében 2016-ban vett egy óriási uh, problémaemelkedési szöget, amikor csolos úr, akivel most ugye koalíciós partnerek vagyunk, hozott egy rossz döntést. Na de ez, ez, ez a, a kérdéskörrel régóta foglalkozunk, és persze az első, és itt is valószínű az első kommentek azok lesznek, hogy kivágtátok az erdőt. Kinyírtátok az erdőt. Letaroltátok az erdőt. A politikusok eladták az erdőt. És akkor a medvének nincs alá élnie. Ajánlom önöknek, olvassák el. Felmérésünk van. Számokkal, dokumentumokkal alátámasztva, hogy az erdős területek száma Hargita megyében 17 kal nőtt. 17. Ennyi és még ennyi az elmúlt tíz évben, tíz év alatt. Tehát eh, arról beszélgetni, hogy hargita egyébként ki van vágva az erdő, és azért van gond a medvével, hazugság. Hazugság, mert eh, nem, a, nem a valóságról beszélgetünk. Ebben a pillanatban egyesek szerint több mint 7000 medve van, mások szerint kevesebb mint 7000 medve van. Ugye a medveit nem lehet megszámolni, mert naponta, ha kell, megy 60 kilométret is. Tehát becsülni lehet, különböző becslések vannak. Igyekszünk segíteni a tudományos megalapozású becslések pontosságánakban, Igyekszünk ezeket támogatni, segíteni, szervezni. Próbálunk mindenkit meggyőzni, hogy minden oldal, ha egyet értene, akkor sokkal jobb lenne a természetvédőknek is, a vadgazdálkodással foglalkozóknak is, állattulajdonosoknak, a hivataloknak, mindenkinek, na de ezen dolgozunk. De Hargita megyében az erdős száma nőtt. Itt még van további legenda, amiről beszélgettünk, a táplálékhiány, van-e túlszaporulat, mit jelent a mészárlás, és mit jelent a prevenciós kvóta. Tehát egy sor-sor dolog van, amit érdemes megnézni. De mindenféleképpen én erre hívnám fel kiemelt a figyelmet a megelőzés és a közbelépés, vagyis prevenció és intervenció. Tehát ebben a pillanatban a Romániának az a drámája, hogy a medve kérdésben csak, akkor csináljunk egy ilyen, uh, merevítést. Tehát ebben a pillanatban, Uh, nem jött össze, még egyszer megpróbálom. Semmi gond. Van időnk. Nekem legalábbis van. Oké. Okay. Tehát most ki van merevitve. Tehát ebben a pillanatban a Romániában csak intervenció van. Tehát ez a probléma. Tehát mindenki, vagy legalábbis bocsánat. Most oda került azok a portálok, amelyek így fűnyíró elvel dolgoznak, de a legtöbb <coughs> intézményben, a legtöbb politikus, legtöbb újságíró, mindenki csak erről beszélget az intervencióról. Mi az intervenció? Hogyha baj van, akkor közben lépünk, ugye? Tehát ez értődik a szóból. Miközben nem ez lenne a megoldás, A megoldás ez lenne. A prevenció, a megelőzés. Jelentéstevője voltam a kérdéskörnek a Régiók Bizottsága részéről, tudtam tanulmányozni Finnország, Svédország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, sőt, mi több személyesen meghívtak egy ösztöndi Amerikában, Montana államban, ott is a medvekérdést hogyan kezelik. A lényeg a megelőzés. És sajnos Romániában erről nem beszélgetünk. Van egy akcióterv, annyi minden van papíron, persze egy sem használható, és egy sem jelent megoldást. Most pont néhány napja ezt hallottam, két napja, hogy hát lesz egy medvepark Brassóban, és azzal meg van tudva, le van tudva a probléma a bocsos anyamedvékkel, ami bósit, fake news, de tudjuk magunkat széríteni. Tehát ebben a pillanatban a megelőzés lenne a legfontosabb kihívás. A megelőzésben csak egyik szereplő a Környezetvédelmi Minisztérium. Bármelyik országot tanulmányozzuk, a mezőgazdasági minisztérium a közös agrárpolitikán keresztül forrásokat hív le, segíti a gazdákat, az erdőtulajdonosokat, a földtulajdonosokat, hogy az elviselhetőség határán alultartsa a problémákat. Ma mi a probléma nálunk? Hogy a fölött van. Ez a nagy probléma. Én, amikor gyerek voltam <coughs> Csomafalván, hogy édesapám állatorvos, sajnos többször jártam, láttam vérző állatokat, medve támadásokat, néha x éve alatt volt akár emberi támadás is, nagy szenzáció volt, de most, amikor 19-ben 7 ember vesztette el az életét a medve támadásban, amikor a kórházi beutaltak száma, több mint fél száz, amikor a károk száma több ezer, akkor azt gondolom, hogy megváltozott a helyzet, és igazából erre kellene rátenni a hangsúlyt, ami ebben a pillanatban nem igazán történik meg. Nem igazán történik meg, mert az előbb is, ahogy láthatták, a, ezeknek a különböző uh, rémhírek mentén uh, keletkező hírekkel, hát elvonják a figyelmet. Elvonják a figyelmet. És én meg szeretném köszönni aznak a sok-sok szakértőnek, sok-sok munkatárs, tehát akik az elmúlt években segítettek minket, hogy próbáljuk ezt a témakört tisztázni. Egyetemi kutatók, sőt, lehet küldetni egy asztalhoz azokat a természetvédő egyesületeket, akik még köszönni sem voltak hajlandó a vadászoknak, vagy vice versa és le tudtuk ültetni egy asztalhoz, tudtunk beszélgetni, csomó mindent ki tudtunk dolgozni, de mindenhol a kult szó a megelőzés, a megelőző intézkedések. És a megelőző intézkedések nem csak ez, hogy pak-pak lövök, hanem a megelőző intézkedés a tájékoztatás, a hulladékgazdálkodással való tudatos bánásmód. Most csinálunk a megyei tanácsnál, hogy 2000 medvebiztos kukát szeretnénk EU-s pénzből megvenni amikor szeretnénk a gyerekeket tájékoztatni, mikor megértessük az emberekkel, hogy a, a, szemetet, a, főleg az élelmiszer szemetet nem szabad kivinni az erdőbe, a mezőre, mert azzal rászoktatjuk a medvét, hogy most kint megkapja a patakparton a döglött valamicsodát, tyúkot, holnap meg bejön az élő a kerítésen belül, és elviszi. Mert a medve egy nagyon intelligens állat, és nagyon tud adaptálódni. Úgyhogy a szempontból van egy sor dolog. És ezért is gondoljuk mi azt, és itt van ugye, a, ha nem hiszik, amit én mondok, akkor olvassák el a Greenpeace-nek a jelentését. A Greenpeace a jelentése nagyon világosan kimondja, ugye az erdő kivágások tekintetében, hogy Hargita megye, mi nem vagyunk az a megye, ahol levágjuk az erdőt így felelőtlenül. Nézzük meg, mit mond a Greenpeace-nek a jelentése be fogjuk tenni ide a kommentbe is. Látják, hol van Hargita megye? Nagyon fehér. Tehát Hargita megyében ez a független szervezet, vagy legalábbis tőlünk biztos független, hogy kik finanszírozzák, hogyan az ő bajuk. Életemben egyszer beszéltem még Greenpeace-es aktivistával Bukarestben, tehát azon kívül más közöm nem volt hozzájuk, de nézzük csak meg a sorrendben, hogy hányadik Hargita megye. Az erdő kivágások szempontjából. Látják, itt még még bővice megy, és nem tudom, egyáltalán van-e erdő, de ezek szerint van. De az is előttünk van, meg Bülcsa, meg mindenki, kárás szeverin és Hargita megye valahol ott van a, a második uh, csoportban, tehát itt lent. Uh, úgyhogy ilyen szempontból nehéznek a, a rémhíreknek. Még mit mond ez a, a Greenpeace jelentés? Hargita megye benne van-e? a top 10 uh, illegális erdőkivágások listájában. Akárhogy nagyítom ezt a... nincs benne. Tehát uh, én ezért hívnám fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy beszélgessünk a valóságra, és tényleg mindenkinek köszönöm, hogy most nem hoztuk be magyarul, de majd fogjuk tenni. Tehát ezért szeretném mindenkinek megköszönni, hogy segítenek uh, tájékoztatásban, a hiteles tájékoztatás, illetve abban, hogy az információk legyenek korrektek, az információk legyenek olyanok, amelyek, amely mentén le lehet vonni egy érdemleges konzekvenciát, és higgyék el, hogy a megoldás, a megelőzés. Ezen kell dolgoznunk. Kértük mi a hatáskört, legyen a megyei tanácsoknak hatáskör ebben a kérdésben. Bízom benne az új kormány, az új parlamenti többség, RMD-szel együtt ebben uh, tud és fog vállalni szerepet. Meg szeretném köszönni még egyszer a partnereinknek, hiszen munkacsoportot működtetünk, és egy asztalnál szakértők, érdekelt felek, mindenki ott van. Egy sor megoldást kidolgoztunk, de a kulcskérdés továbbra is az, hogy a kormány fog-e hozni döntéseket, és azon belül a mezőgazdasági minisztérium felvállalja-e azt, amit más országban felvállal a mezőgazdasági minisztérium. És addig is nekem az a kérésem továbbra is önök felé, hogy a, a, károkat be kell jelenteni. A medvének az olyan helyeken való jelenlétét, ahol nem kell legyen lakott több település, közelség, stb. jelenteni kell. És azt tudom mondani, hogy Hargita megyében eddig is volt medve, és ezután is lesz medve. Eddig is ügyeltek az elődeink, a felmenőink erre a fajra, ezután is fognak ügyelni nem csak mi, hanem bízom benne a gyerekeink és az unokáink is. És ne feledjék, Hargita megyében több mint 2000 medve van, több mint bármely európai országban egy helyen. És ezt mi nem kizárólagosan problémaként éljük meg, hanem egy, egy pillanatnyi nehézségként, ami 2016-ban lett előidézve, ezen túl kell lépni, de ez szükség van a hiteles tájékoztatásra, az összefogásra, és solidaritašno i solidaritašno.